Narancssárga riasztás van érvényben Szerbiában. Ezúttal nem szupercellás viharokra, hanem trópusi hőségre figyelmeztetnek a szakemberek. Az elmúlt csapadékos idő után rövid időre visszatér a száraz kánikula térségünkbe. A hét legmelegebb napja kedden várható, 38 fokra van kilátás. Az előttünk álló éjszaka tiszta lesz felettünk az ég, csapadékra nincs kilátás. 19-20 fok körül alakulnak az éjjeli minimumok. Holnap még kitart a nyári meleg, néhol gomoly felhők zavarhatják meg a napsütést, de csapadékot nem hoznak magukkal. Az előrejelzések szerint a kedd lesz a hét legmelegebb napja, néhol akár a 38 fokot is elérheti a csúcshőmérséklet, mint például Nagybecskereken és Belgrádban. A száraz idő azonban nem tart sokáig, szerdán visszatér a lehűlés, amelyet heves eső és orkán erejű szél is kísérhet. A nappali csúcshőmérséklet 21 fok körül alakul majd. A hűvös idő csütörtökig kitart 26 fokos maximumokkal. Péntektől ismét megnövekszik a hőmérséklet, 29-32 fok várható. Hétvégén ismét 30 fok feletti értékeket mérhetünk. Szombatra 34 fokot jósolnak a meteorológusok. A régió országaiban is kitart még a nyári meleg, többnyire napos és meleg lesz a keddi nap. Néhol, mint például Bukarest környékén, akár a 39 fokot is elérheti a nappali csúcshőmérséklet, de Belgrád, Nis és Szófia környékére is 38 fokot jósolnak a meteorológusok. A Budapest, Zágráb és Ljubljana környékén élők lélegezhetnek fel egy kicsit, ezeken a területeken 28-29 fok lesz csak.